Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Ash rework. Gyorsan átmegyünk ezen az egészen, és hogy be kell-e pánikolni, hogy a gyönyörű Ash modolásodat tönkre kelted. Jöjjönnek a kötelező dolgok, amin nagyon változtattak, és ami nagyon-nagyon nagyszerű dolog, hogy végre Ash a láthatatlanságát be tudja kapcsolni mozgás közben is. Ez egy fantasztikusan jó dolog. Rengetegszer meg kell állni, be kell kapcsolni, amire megállsz, addigra le is lőhetnek. Úgyhogy végre most már bármilyen mozgás közben Ash láthatatlansága be tud kapcsolni. Fantasztikum. Kapott egy új skint. Igen. Jó, már megint elkötöttem a platomat mindenféle hülyeségekre, de tök jó. Jó a skin, nekem tetszik, szóval tök jó. Most már egyre részletesebb és szebb a Warframe, ezért különböző kis motivumokat, figurákat tök jó ki tudnak dolgozni rajtuk. Nos, amúgy megéri, mert nagyon frankó jó, tudom, most az ilyen fekete-piros motivumban van, de nagyon jó árnyalatokkal lehet színezni, úgyhogy aki ilyen fashion frame mániás, mint én, az nyugodtan vegye meg, mert tök jó. Kicsit drága, de ahogy tök jó. Na, mit akartam mondani, ugye Ash rework, a 3-as képessége fantasztikum, most már rá tudsz teleportálni különböző objektumokra, mint például a különböző kis ládikákra, meg rare krétekre, meg mindenre, aminek élete van, aminek egy életeleje van, és tárgy, arra gyakorlatilag rá tudsz teleportálni. Oké. Fantasztikus, Ash modellás, és most jön a lényeg, hölgyeim és uraim, változtatni kellett-e az Ash-nek a modolási struktúráján, és nézzük csak meg, Ash macska takarodj az útból, hülye macska mindig ott van az útba. Lássuk, Ash upgrade-je, hol tartottunk? A régi modolásom, nekem ugye ez volt, amit előzőleg mutattam be a videóba, és higgyétek el, srácok, még ez is tökre megfelel. Mi történt most az ultival? Az történt, hogy ki kell jelölnöd az ellenfeleket, akiket le akarsz darálni. Na most minden egyes ellenfél, akit kijelölsz ledarálásra, azt kérem szépen energiába fog kerülni. Alapjáraton 15-be, nem alapjáraton, pedig majd meglátjátok. És... tehát alapjáraton 15-be, ha láthatatlanságban jelölöd ki őket, akkor 10-be fog kerülni. Szóval rohadtul nem drága, azt meg kell hagyni. Viszont, ha maximális effektivitást adsz neki, akkor 3,75-be kerül egy enemi kijelölés, és láthatatlanban 2,5-be, szóval elképesztően olcsó. Hogyha netán pánikba esnél, hogy most már be kell rakni a flót az esbe, nem, még mindig nem kötelező berakni a flót az esbe. Ami viszont, ami a mértékegység, és itt igazán eldől a játék stílusra, hogy az emberek milyen játék stílust fognak választani Ashhez, az viszont ott lesz, hogy mennyi időt adsz magadnak. Ha neked elég a 67%-os idő arra, hogy kijelölj annyi amit amennyit csak tudsz, ezen 4 másodperc alatt, amíg láthatatlan például az Ash, nekem például elég, akkor nem kell változtatni a régi buildeken. Tehát, hogyha a régi builddel tudsz játszani, akkor nem kell változtatni. De ha pánikolsz, hogy úristen, nem lesz elég energia, vagy valami, akkor én azt mondom, hogy a Rising Stormot ki kell venni, be kell rakni egy Primed Flót, esetleg a Vigor helyére berakod a Rising Stormot, és el van döntve az Ash-nek a történése, de kétlem, hogy nagyon kifogyna az energiából zenurikkal közbetéve. Úgyhogy én gyakorlatilag megtartom a fő buildemnek ezt. Továbbá mutatok most nektek 2 másik buildet, ami viszont több idővel van, és másképp alakítja a játékot. Tehát igazából nem tudom, majd ti eldöntitek, de úgy gondolom viszont, hogy effektív. Ez a B-buildem 95%-os idővel, 175 erő, 175 FI Rising Storm nélkül, és Vigor nélkül, Constitution Continuity kombóval, és akkor belemehet a Transistent Fortitude. Természetesen foghatod, kicserélheted blind rage-re is, és akkor 184 erőt kapsz, nem mint hogyha annak lenne értelme azon az igazi magas szinten, de hogyha szeretnéd, akkor viszont Energy már 6 és 4 című történetet fog elvinni, de viszont lesz sok-sok időd arra, hogy kijelölj elemiket. Tehát én inkább egy kicsit még mindig kevesebb időt választok, több effektivitással, flow-val, de igazából blind rage, de bármi olyasmit berakhatsz, ami jól esik. Csak egyre több opciót adtak az Ash-nek, hogy OP-b legyen, mint amilyen OP volt most, és A C-build pedig egy teljesen időre kihúzott minimális, tehát 98%-os range-el, 160 effektivitással, 130 erővel, az inkább egy ilyen stealth build, ezt már mutattam egyszer nektek. Ezen három build között szerintem mindegyik OPS fák, és amiről tudnotok kell az az, hogy az arcane trickeryvel működik az, hogy kevesebb energiába kerül az enemi kijelölése. Arcane trickerytől láthatatlan leszel ugye finisher esetén, és az Ash másra nem csinál csak finishereket, és láthatatlanságba is kevesebbet fogyaszt az ultia az Ashnek. Ennyi a nagy történés, ez ott a nagy update, hát nem tudom ki miért panaszkodik az Ashre, nekem sokszor nincs bajom azzal, hogy csak néznem kell az animációt, ahogy az Ash dolgozik, és helyettem megcsinálja az egész játékot, mert néha akarok így zombulni a Warframe erőt, tehát most egy kicsit dolgozni kell vele, kijelöl az enemiket, az kész, tehát még mindig egy survivor hős Ash lehetne így mondani. Srácok, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, a következő Warframe videóig, sziasztok!